A jóga mindenkié. A jóga egyetemes, nem hitvallás, de megmutatja az Istenhez vezető utat. Senki hitét nem sérti. Jóginak lenni annyi, mint Istenben élni, és békében lenni embertársainkkal. A jóga egyesülés Istennel. Mivel Isten mindenkiben ott van, a jóga mindenkivel összeköt. Az első 10 percben én fogok beszélni ilyen kicsit tágabb összefüggésben a rága krésájáról. Utána Répás Erika fog egy következő 10 percben beszélni a rágának a leküzdési lehetőségeiről, és a végén a gyakorláson keresztül próbáljuk ezt megmutatni. A rága ugye az egyik klésa, a harmadik klésa. Kell azt tudni, hogy mi az a klésa. Tehát vissza kell menni egy kicsit ennek a fogalomnak a gyökeréhez, vagy eredetéhez. Patanjalira fogok hivatkozni, tehát a jógaszútrákra, és Iyengar mesternek az útmutatásai szerint fogjuk ezt értelmezni, ezt az egész témát. Az első pádában, tehát az első részben Patanjali, mert a jógaszútrák első részében a vrittikről beszél nagy részt, és a vrittiken való túljutáson, ez ugye a szamádi állapotához juttat el. A jóga egyik, mondjuk legfontosabb meghatározása az, hogy a tudatállapotok lenyugtatása, lecsöndesítése, vagy akár megszüntetése is, végső esetben megszüntetése. Tehát egy elég szélsőséges helyzetbe viszi el az embert, vagy éppen az a legnyugodtabb helyzet, de innen nézve, a rága felől nézve, a ragaszkodás felől nézve, az egy szélsőséges helyzetnek tűnik. Tudni kell, mi az a tudat, mi az az állapot, mi az a tudatállapot így együtt, hogy tudjuk, hogy mit kell egyáltalán lenyugtatni. A tudat Patanjalinál, vagy a jóga filozófiájában egy ernyő fogalom, tehát három képességét öleli föl. Ez a buddhi, a manasz és az ahankára. A buddhi a legszatvikusabb, legtudatosabb, legfényesebb összetevője az embernek. Ítéleteket képes hozni, dönteni tud, és túl tud lépni a régi mintázatokon. A manász az a tapasztalatot, mind a külső, mind a belső tapasztalatot feldolgozó képességünk. Az ahankára pedig egy elég faramúci fogalom. Nehéz lefordítani, hát én csinálónak szokták fordítani, mi szerintem egy teljesen lehetetlen magyar szó, mert ilyen nincs. Én képzetnek lehetne esetleg fordítani. Iyengar azt mondja, hogy én alak azt jelenti, tehát az énnek az alakja, majd még erre visszatérek, ha lesz rá idő vagy lehetőség, ez most nem olyan fontos a téma szempontjából. De hozzá kell vennünk az ember egészéhez, a tudat az csak az egyik fele az embernek. A jóga szempontjából a másik fele az embernek, ami még fontosabb akár, mint a tudat, az a purusa. Tehát az önvaló, talán úgy lehetne lefordítani, hogy önvaló. Ez egy önálló, tiszta tudatosság, teljesen független a tudattól, független a természettől, az anyagtól. Ugye a tudat az az anyagból jön létre, tehát a csitta, aminek állapotai vannak, az az anyagi, az egy anyagi létező, anyagból jön létre, a prakritiből jön létre. És hát az a nagy kérdés a jóga szempontjából, hogy hogyan kezeljük a tudatból jövő tapasztalatokat. Ha kifelé fordul a tudat, és csak a tapasztalatok kedvéért tapasztal, ez bógának nevezi ezt a tapasztalást Patanjali, ezt Iyengar aztán átfordítja egy olyan jelentésre, hogy ez csak az élvezet. Azért tapasztalunk csak, hogy élvezzük az életet. Ez már eléggé közelít a ragaszkodásnak a tematikájához.
akkor benne ragadunk ebben a tapasztalati világban, az élvezetek világában. Hogyha viszont a tapasztalatot arra használjuk, hogy a purusa figyelmét önmaga felé visszafordítsa a tapasztalás, akkor ez egy segítő, a purusa önfelismeréséhez segítő löketet ad. Tehát nagyjából ez az embernek a felosztása, vagy struktúrája Patanjali szerint. Van a tudat és a purusa, és a tudat tehát három részből áll. Akkor mik a tudatállapotok? Tehát a tudatállapotok lecsöndesítéséről van szó. A tudatállapot, amit vrittinek, citta vrittinek mond Patanjali, a vritti az egyfajta örvénylést jelent, tehát egy ilyen önmagában való pörgést. Tehát bármi, amit létrejön a tudatban, ebben a háromosztatú tudatban, ez mind vritti. A gondolatok, az érzelmek, a tapasztalások, asszociációk, ez mind vritti, mind tudatállapot. Ezt mind le kell nyugtatni, vagy adott esetben szélsőségesebb értelmezésben megszüntetni kell Patanjali szerint. A vrittik, tehát ezek a tudatállapotok úgy jönnek létre, hogy úgynevezett lenyomatokat szerzünk a külvilágból is, meg a belső világunkból is. Ezt szanszkárának nevezik, vagy nevezi a jóga filozófiája. A szanszkárák azok ilyen, bármilyen tapasztalat, amit szerzel, ez lehet tehát egy gondolat, egy érzelem, ez egy lenyomatot képez a tudatban. És ezek a lenyomatok valamilyen módon, valamilyen hatást keltenek a tudatunkban. Az, hogy milyen hatást keltenek a tudatunkban a lenyomatok, az attól függ, hogy milyen az adott embernek a guna aránya. Tehát a minőségek, három guna, milyen arányban van jelen az emberben. És akkor áttérek a klésákra. Az, hogy a szanszkárákat hogyan, a lenyomatokat hogyan fogod fel, milyen irányú hatást kelt benned egy lenyomat, az a klésákon múlik. Ez egy ilyen önmagában forgó kör, tehát egy szanszkára sokszor ugyanolyan módon tapasztalsz valamit, ugyanazok az asszociációk jutnak egy lenyomatról eszedbe, az egyre inkább fölépít egy úgynevezett klésát, egy szenved, azt így lehetne talán lefordítani. Szenvedély és szenvedés mind a kettőt jelenti. És megfordítva, mivel vannak bennünk, azért születünk meg, mert vannak szanszkár klésáink, tehát ilyen szenveink, ezért csak úgy tudjuk befogadni a tapasztalatokat, a lenyomatokat, amilyen típusú, vagy amennyire, amilyenek a klésáink, a szenvedélyeink. Úgyhogy a lenyomat erősíti a klésát, a szenvedélyt, szenvedést, a szenvedély pedig meghatározza, hogy milyen lenyomatot szerezhetünk egyáltalán a világról, és hogy ezt hogyan integráljuk magunkba. A kilépés az a buddhinál van, tehát a buddhi az a képességünk, ami túl tud lépni a múlton, a múltbéli tapasztalatokon, vagy múltból hozott meghatározottságainkon, a úgynevezett klésákon. Három klésa van, ugye az első a avidya, tudatlanság, ez azt jelenti, nem informatív tudatlanságot jelent, tehát nem azért van, mert nem olvastam el 28 könyvet, csak 27-et, hanem azért van, mert a purusa az önvalót hamisan azonosítjuk valami mással. Pontosabban ez még csak a lehetőség annak, hogy hamisan mással azonosítsuk az önvalót, mint ami önmaga. A második klésa az, amit hát egoizmusnak szoktak fordítani, ez az aszmita, tehát vagyokság azt jelenti. Ez a második szenv az, ami valójában meghatározza, hogy mivel azonosítja hamisan a tudat az önvalót. Tehát azzal azonosítom most magam, hogy én előadok. Tehát elő kell adnom, hogyha nem ezzel azonosítanám magam, akkor ezt a szerepemet most nem tudnám betölteni. Tehát szükség van erre az ahankárára, erre az aszmitára, tehát a vagyokságra. Tehát kell az, hogy valamivel azonosítsam magam, és most speciál nem a purusámmal azonosítom önmagam. Ezért én nem találom annyira jó fordításnak ezt, hogy egoizmus, mert ahhoz egy ilyen nagyon pejoratív értelem kapcsolódik a mai magyarban. Inkább ezért jó, hogy én alak. Tehát éppen milyen alakot vesz föl az énem ebben a
szerepben. És persze az életben mindenféle szerepeket eljátszunk, tehát ezt mindig, ez egy ilyen plasztikus, ez a én alak. És a harmadik klésa az a rága, tehát a ragaszkodás, tehát a tudatlanság, ego, vagy vagyokság és ragaszkodás, ez a sorozata, hogy létrejön a ragaszkodásnak a szenvedélye és szenvedése. Ez azon alapszik, hogy amit az előbb említettem, a szanszkárák és a klésa kialakulása, tehát a lenyomatok és a szenveknek a kapcsolatán alapszik a ragaszkodás szenve. Mégpedig úgy, hogy valamilyen a múltban valamilyen gyönyört élvezetet tapasztaltunk, és a jövőben is ezt az élvezetet akarjuk, vagy ezt a gyönyört akarjuk újra megismételni. Ez a ragaszkodásnak az alap sémája. Talán ezeket a klésákat még ilyen sémáknak is lehetne fordítani, mert mindig ugyanazokban a medrekben, ugyanazok mintázatok szerint működünk, ugyanúgy fogjuk fel a külső és belső élményeket. Tehát nagyon fontos a rága kapcsán, hogy az emlékezet, az az egyik tudatállapot, hogy az emlékezet játszik benne szerepet, vagy nagyon fontos szerepet. Tehát visszaemlékszünk arra, hogy korábban milyen élvezeti tényező, vagy gyönyör tényezőt éltünk meg. És azt szeretnénk, egyrészt az eszközét is meg akarjuk szerezni újra, meg magát ezt az élményt is. Ugye a hindu gondolkodásban a újraszületések tana az egy teljesen elfogadott, itt nyugaton ezzel még azért rágódunk ezen. Tehát a hinduknál ez teljesen adott, hogy előző életekből hozzuk ezeket a klésákat, hogy ezeket a mintázatainkat, ami szerint tapasztalunk. De lehet ezt úgy is fölfogni, nyugati gondolkodás felől talán az könnyebb, hogy ebben az életben is, már születésünktől fogva, sőt már anyamékben is kapunk olyan mintázatokat, olyan tapasztalatokat, amik berögzülnek az idegrendszerbe. Ennek egyébként vannak már modern agykutatásban is nagyon érdekes analógiái. És most át fogom adni a szót Répás Erikának, hogy hogyan lehet lebontani a rágát. Természetesen tapasztalatból fogok beszélni. Kicsit próbáltam úgy összeszedni, hogy érthető legyen, hogy ne egy elmondt dolog váljon ez a vérágja. Ahol először megjelenik ez a témakör, az az első pada, amiből István is idézett, ez a vrittikkel foglalkozó témakör, a Samadhi pada. Itt jelenik meg a 12-es szútrában az Abhyasa és vérágja témaköre. Hogyha ősszel találkoztunk a társrendezvényen, akkor pont arról tartottunk előadást. Lezavartassam magam. Tehát az Abhyasa, tehát amivel meg lehet törni ezt a kört, hogy a lenyomatok gyakorlatilag öngerjesztő folyamatban újra lenyomatokat képezzenek, és ugyanabban a mederben folyanak a dolgok. Az egyik legnagyobb, legerősebb tényező az Abhyasa, ez a gyakorlás, ez egy disziplina. Ez többek között az, hogy felkelsz reggel, vagy bármikor a nap folyamán kigurítod a matracod, és elkezdesz jógázni. És hogyha nem is történik óriási áttörés az első napon, első hónapban, első évben, első 10 évben, mindenképpen kell hozzá kitartás és hit. Annak abba vetett hit, hogy ez egy tisztító folyamat, és nagyon sok fölöslegtől elkezd megtisztítani. Ez nyilván nem csak az étkezésre vonatkozik, nem csak a testet fog megváltozni, hanem ahhoz, hogy valóban ez jogának nevezhető legyen, a személyiségi jegyek is elkezdenek megváltozni. Tehát, hogyha valahol megtöröd ezt a ciklikusságot, akkor ez segít ahhoz, hogy minden másban is egy kicsit új lenyomatok képződjenek, és ezek szatvikusabb lenyomatokká váljanak. Ugye az Anger metódus, amennyire ismeritek, ez egy nagyon precíz metódus, és pont a precizitása az, amit Iyengar megfogott, hogyha precízen kvázi kicsiszolod ezeket a pózokat, akkor az nem csak a pózaidat fogja kicsiszolni, hanem az egész életedet. Az egyvonalúság, amiről ő minden óráján és minden felvételen beszél, ez az úgynevezett alignment, amire elég nehéz magyar szót találni, de mondjuk legyen egyvonalúság. Ez az egyvonalúság nem csak az ászanában történő egyvonalúságra helyezi hangsúlyt, hanem az életedben is. Valahogy az isteni irány
Jóhoz tudod egyre közelebbé tenni magad. Úgyhogy az abhyasa az egyik, ez a disziplina, amiben percre beletartozik a rendszeres pránáma gyakorlás, ez már a finom energiákkal dolgozik, beletartozik a mantrázás, rendszeres mantrázás adott esetben, vagy bármilyen más meditációs technika, rendszeres gyakorlás, a rendszerességen van a hangsúly. És ez nyilván egy ilyen energia boostot ad a gyakorlónak, egy energia növekményt eredményez, amit aztán megfelelő mederben kell tartani, és itt kezdődik a vérágja. A vérágja az, ahogy az életed egyszerűbbé válik, egyre könnyebbé válik a lemondás. Nem csak a fagyiról, nem csak a adott esetben a drogról, vagy a dohányzásról, vagy az alkoholtól, hanem mindentől. Tehát egy rendkívül egyszerű életet lehet összehozni. Nyilván óriási akaraterő is kell hozzá. Úgyhogy az abhyasa virágja úgy is szokták, ahhoz is szokták hasonlítani, hogy olyan, mint egy madár, aminek két szárnya van, csak az egyik, vagy csak a másik önmagában nem visz messzire. Tehát a kettőt ki kell egyenlíteni. Az egyik az, ami energiát termel, a másik az, amelyik a helyes mederbe tereli az energiát. A virágjáknak az alapjai a jámák és a niámák, ezek már a második, illetve később a harmadik pada elején találhatók. Tehát így összefüggnek azért ezek a könyvek, a jogaszutrák könyvei. És a vérágjának van ötféle szintje. A vérágja, ugye, hogyha figyeled a szót rága, meg vérágja, ez ugyanabból a tőből származik. A vérágjának a jelentés a nem vágy, vágymentesség. De ugye kicsit azért nyelvészetileg is van különbség, mondjuk teszem azt az erőszakmentesség és a nem erőszak között. Tehát a vágy az a nem, és a vérágja az pedig a vágy. Ez egy olyan fajta lemondás, ami az elején nagyon nagyfokú fegyelmezettséget igényel, tehát az az energia kell az abhyasából, amit létrehozol, és aztán, ahogy sikerül a vágy tárgyától, vagy tárgyaitól eltávolodni, egyre kevesebb lesz ez a, mondjuk úgy, hogy kínszenvedéses lemondásnak megélt állapot, és egyre inkább természetessé válik. Mondok rá példákat. Az első szintje, nem tudom, mennyire vagytok otthon szanszkritban, mennyire szeretnétek fölírni, Yatamana, ez a neve, ez az, amikor tudatosan elkezded az érzékszerveidet függetleníteni a vágy tárgyától. Én nem váltam dohányossá, így, hogy erről nekem nem kellett leszoknom, de Guruji ezt a példát használja az értelmezéseiben. Ez az az állapot, amikor elkezded magadnak mondani, hogy nem gyújtok rá. Hát azért még néha mégiscsak. Na jó, csak ezt a dobozt. Na jó, többet nem veszek. Akkor kapsz ajándékban. Na jó, akkor tényleg most kidobjam. Tehát ez az, amikor elkezded az érzékszerűrét, a dohányzásról függetlenül, egyesével elkezded kivonni kvázi a forgalomból, de inkább csak a reakcióból úgy mondjuk, vagy úgy gondold el. A másik rétege, ez a vyatiréka. Ez a tudatos kontrollal való elégetés a vágyaknak. Ez az a pont, amikor a csitta a lélek felé fordul. Hát ez az a pont, amikor egy kicsit még kifelé is kandikál, de már befele is lát. Elindul az az involúció folyamat, amivel az ember egyre inkább rá pillant, vagy felfogja, hogy ez a világ nem csak a felszínről szól, nem csak a világi dolgokról. Tehát a dohányzás szimbólumát, vagy a tevékenységét használva, nem, most már nem gyújtok rá, de azért még jól esne. Oké? Tehát ez egy lépésről már tovább megy. Harmadik az ekandria. Ez a leghalványabb vágy, de azért itt még mindig van vágy, viszont már csak az elmében létezik. Tehát már fizikailag nem feltétlenül gyötör, már nem mozdít meg, már nem jutatja eszedbe. Ezen a szinten van az elmének egy kettős játéka. Egyre inkább befelé néz, de azért még a külvilággal is itt-ott reakció állapotában van. Erre azt mondja Iyengar, hogy ez az az érzés, amikor mondjuk nem dohányzol, és akkor 5 év múlva, fú, de jó lesne most rágyújtani. Tehát, hogy ott van még mindig az, ami kicsit belülről, ez az irritáció megvan. És akkor a negyedik, ez már majdnem a végkifejlet, ez a vasikára, ez a minden vágyakozáson túljutó állapot, gyakorlatilag egyfajta közömbösség kialakulása a ragaszkodás tárgyához. Nem vagyok dohányos. De maga a témakör az még mindig ott van. Nem vagyok dohányos, de abban benne van a dohányzás, mint témakör.
És az ötödik az a paravirágya, ez a legmagasabb szint, ami teljesen függetleníti az embert a trigunáktól, tehát a szatva, a tamasz rajas szatva minőségétől. Mindenféle aggodalomtól is már függetlenné tesz. Ez gyakorlatilag egy ilyen megszabadulás állapota. Tehát maga a dohányzás, mint témakör sem merül fel. Tehát azzal sem azonosítom magam, hogy én nem vagyok dohányos. Ez érthető? Oké. Valaki dohányzik? Be tudja sorolni magát. Hogyha valamiről is bármikor tudatosan elkezdtél leszokni, végig tudod játszani ezeket a szinteket. Legyen az, mondom, fagyitól, drogon át, alkoholon át, akár a dohányzás. A megoldás, tehát az egyik része az abhyasa vairagya, ez a kettősség, a disziplina, a rendszeres gyakorlás és a tudatossággal elindított lemondás. És hát nyilván maga az egész jóga útja, az involúció, az a befelé fordulás, a visszajutás a forráshoz, ki vagyok én, és aztán e köré milyen burkok tevődnek. A meditáció, meditációs technikák, a cselekvéseinknek a tisztában, tisztítása, szatvikussá tétele, bölcsesség, tudás, birtokába jutás, ami a gondolatban, szóban és cselekedetben is megnyilvánul. Néha könnyebb cselekvésben szatvikussá válni, és gondolatban még mindig ott cirkulálnak a különböző fura képződmények. És hát nyilván mindez kapcsolódik a jóga 8 ágának a gyakorlásához. És akkor hoztunk nektek egy kis bemutatót. Az István lesz a kísérleti nyúl. Én fogok beszélni. Csak hogy egy kicsit gyakorlatában is lássátok, hogy akár ez a metódus, de azt gondolom, hogy ebből a szempontból minden metódus hasonlóképpen működik. Jól bemelegítettél, remélem. Úgyhogy azért jó, az ember kvázi hideg testtel áll neki, mert így legalább az István is úgy érzi magát, mint egy kezdő. Körülbelül. Az első pózunk, szerintem azt oldalról mutasd majd meg. Aha, az Uttita Trikonászana lesz. Próbáltam olyan pózokat, vagy próbáltunk olyanokat összeszedni, amik viszonylag mindenki által gyakorolt pózok, hogy lássátok. Nyugodtan föl lehet állni hátul, ha nem láttok annyira. Tehát lesz egy Trikonászana, egy hideg testtel és viszonylag 8 órás munka letöltése utáni idegállapottal. Csinálj valami nagyon csúnya Trikonászanát. Na, ez így jó lesz. Jó, tehát ebben azért elég sok szenvedés is van. Azok, akik mi tanítunk rendszeresen, azért itt elég sok nyögés és jajveszékelés is szokott lenni. És akkor a mi feladatunk az, a tanárok feladata minden metódusban az, hogy kiszedd az embert abból az állapotból, amiben besétált egy jógaórára, és elkezd a figyelmét élessé tenni és megtartani, hogy túljusson a nehézségén. És az egyik nehézség az például az, hogy nyújts ki a lábad, mert azt fogja elkezdeni támogatni a gerinc nyújtást is, tehát a hátsó láb, belső láb. És akkor a másik viszonylagos gyakori nehézség ebben a pózban, hogy a törzs előrébb van, mint a láb, amitől a fej is előrébb kerül, mint a hátsó testfelszín, és akkor az aggodalom azért az ott tolong az elülső agylebenyben. És akkor azt szoktunk mondani, hogy csavard ki az elülső lábadat, ami elő van, ez neked most a bal, aha, és húzd be a bal csípődet magad alá, és látjátok, hogy jön hátra a törzs. Tehát ebben van egy kicsi, hát mondjuk úgy, hogy abinivésa, de azért ez nem egy olyan halálfélelem, ami gyötri az embert. De bizony az ember nem szeret hátrafele terhelni súlyt, mert az az ismeretlen. A hátadat jobb esetben soha nem látod az életben. Úgyhogy csak azt tudod megtapasztalni, csak úgy tudod megtapasztalni a hátad, hogyha különböző eszközökkel, vagy különböző módon barátságot kötsz vele, és lenyomatok képződnek benne. És hogyha a törzs jön hátra, a fej is hátra tud jönni, és attól válik az agy végül is lényegesen csendesebbé, mint ahogyan az első pillanatban. És ha megnézitek, azért benne van a pózban most már legalább egy másfél perce. Tehát az, mire az ember azért egy tényleg csiszolt pózhoz jut, az sok-sok év gyakorlás. És akkor vannak áttörések, amikor nem is érted, hogy eljutottál valami egészen más platóra. Oké, és akkor gyere föl. Fontos a kijövetel is, hogy az az íz, ami kialakult egy ászanában, az veled együtt jöjjön. Tehát ne az legyen, hogy szenvedésből lett valami szatvikusabb, majd visszatérsz a szenvedéshez, és rájössz, hogy tulajdonképpen trikonászanát nem is szeretem. Remélem, jövő órán nem lesz. Oké. Akkor a következő lesz egy sírsászaná. Kicsit belecsapunk itt a közepébe. Oldalról, aha. Mondjuk úgy, hogy ne esre a mikrofonra. De nem szokott hátra esni. És csinálj egy olyat, ami a homlokon álló.
Jó? Jöhetsz még előrébb, ha szeretnél. Ziher, ami ziher. A gyakorlás addig, amíg fölmegy az István sírs ászanában, az ászanák gyakorlás az a rágát úgy kötöttük, vagy úgy kötném, hogy az ember otthon leginkább azt szereti gyakorolni, ami könnyen megy. Nem? Tehát, hogy parivirtatikon, azt inkább ne csináljunk, az már órán sem ment. Ma amúgy is nincs jó kedvem, de jövő héten se lesz ennél jobb. Úgyhogy azt is kell, Prashant Iyengar, amikor egyszer kimultunk Indiában, azt mondta, hogy amúgy mit gyakorolsz otthon, azt, amit szeretsz, vagy amire szükséged van. És hát a kettő ez nagyon nem ugyanaz. Na, szóval itt van Istvánunk a sírsászanában, amiben igen, benne van a binivésa. Kicsit a rága is, mert hogyha ráérzel a fejjel lefelé pózók ízére, akkor azt az ember nagyon szívesen gyakorolja, és a mi metódusunkban, az Iyengar metódusban tényleg minden szekvenciában van fejjel lefelé, kivéve Menzesz és egyéb okok esetében, mert akkor nincs. Viszont ha megnézed, akkor a homlokánál, amitől a törzs előrébb van, mint a fej, ezt látjátok, gondolom, főleg oldalról. De stabil, mert István már azért elég jó izomzattal rendelkezik az évek során, tehát fent tudna maradni. Viszont így a nyaknak nem egészen, meg a gerincnek nem egészen jó ez a póz. Viszont ahhoz, hogy jó helyre kerüljön a póz, be kell vállalni azt, hogy esetleg hátra borul. Úgyhogy szépen lassan azt kérem az Istvántól, hogy a feje hátulját engedje lejjebb a földre, és szépen lassan, ahogy ez történik a fejével, nyugodtan gyertek közelebb, nézzétek meg, szépen lassan hátrébb fog költözni a póz, nagyjából oda, ahol a sarok hátulja, farokcsont hátulja, koponya hátulja egy vonalba kerül, mintha mögötte lenne egy fal. Ezt a fal szerűséget, a fal szilárdságát a saját hátában kell létrehoznia. Alakul, nem? Szépen lassan jön. De ez tény, hogy ebben van egy óriási félelemfaktor. Az összes feje lefelében mindig van, nagyon sokaknak, nagyon sok felnőtt tanul meg úgy fejen állni jógaórán, aki diákkorában soha nem merte megtenni. Ezért fontos, hogy jól elő legyen készítve, hónapok, évek során, hogy mire idáig eljut, az egy ilyen egyértelmű feljövetel legyen. Jó, szerintem lejöhetsz igazából. Tehát a dvésát kötném ide a sírsászanához, abból a szempontból, hogy a félelemtől az ember mindig óckodik, nehézségtől óckodik. Az abinivésa, hát egy kicsi halálfélelem van ebben, bár soha senki nem halt meg sírsászanában, hál' Istennek, ez mindannyiunknak jó hír. Oké. És akkor lesz egy olyan póz, Urdhva Danurasana, ami egy hátrahajlás. Ez megint egy érdekes dolog. Az összes hátrahajlás ingerli a mellékvesét, ami az adrenalin termelésért felelős. Tehát két dolog van, vagy az ember nem szereti a hátrahajlásokat, mert kell hozzá energia, vagy szereti, mert érzi az adrenalin boostot. Az utóbbiban van egy kicsi rága, csak hátra ismerek egy olyan tanárt, Szlovéniában tanított, most már neme szerint tanít, ő volt a hátrahajló tanár. Én nem is tudtam, hogy van ilyen. Ő hátrahajló tanár volt. Semmi más nem tanít, csak hátrahajlásokat. Azóta eltávolodott ettől a rágától. De hogy lássátok, hogy azért a jóga ászanákban is bőven van, sőt, hát azt gondolom, hogy ha az ember bármit túlzásba visz, akkor ott ugyanúgy ugyanazokba a falakba fog ütközni, mint hogyha nem jógázna. Szóval, Urdhva Danurasana. Lehet, hogy kettőt fog csinálni belőle. Na, hát szóval van ebben egy umf, amivel fel kell emelned az egész tested egy olyan gerinc pozícióban, amit gyakorlatilag, ha csak nem jógázol, soha nem csinálsz hátrahajlást az életben. És akkor gyere le, pihenj ki magad. Mert ez még csak a kezdet. Ha egyáltalán megközelíted a pózt, az csak a kezdet. Úgyhogy gyere még egyszer fel. És akkor nyújts ki a kart, és akkor emeld fel a sarkad. Aha, emelt fel a csípőt, lassan lépeges magadhoz közelebb. Aha, és onnan megint hozd a mellkast is följebb, előrébb. Az is lassan engedd le a sarkad, úgyhogy a csípő fönnmarad. Csendes arc. És gyere le. De hátrahajlásokban, hogyha gyakorlók vagytok, ha tanítotok, akkor is gyakoroltok, remélem. Ez azt mondja a Prashant, hol Prashant Iyengar, hogy bármit gyakorolsz, legyen az energetizáló póz, legyenek állópózók, legyenek hengerpárnán fekvő passzív pózók, ugyanazt a savasana jellegű arcot és belső világot kell létrehoznod, mindegy, hogy milyen típusú a póz.
Tehát mondom, ha elvisz a lendület, éljen az adrenalin, akkor is savasana arc, és hogyha félsz attól, és nagyon sok energiát kell beleraknod, hogy egy ilyen pózba felgyere, akkor is a félelemtől függetlenül is savasana arc. És akkor van még egy szarvangászanánk. Ez egy váltámasz. Ezt mi eszközzel szoktuk csinálni, de úgyhogy most rövid lesz a talajon laposan. Ez az első feje lefelé, amit az ember megtanul ebben a metódusban, váltámasz. Ez egy biztonságosabb póz, könnyebben megtanulható, de jól, sokkal nehezebb megcsinálni, mint a fejnállás. Tehát ezek ilyen nagyon érdekes kettőségek. De ebben már megtapasztalod, hogy feje lefelé vagy, érzed a hátadat a kezeddel, sőt, ha tanárra járok, egy kicsit jobban érzed a hátad a saját kezeddel, és tudod kontrollálni a szemed tekintetével is a pózt, még sírsászanában semmit nem látsz a saját testedből, csak a teremből esetleg. Úgyhogy ebben is lehet, van olyan, bár ritka, akinek ebben is egy kicsit halálfélelme van, vagy azért ez nem feltétlenül ennyire erőteljesen jön ki. Ezt a pózt nem nagyon lehet túlzásba vinni, úgyhogy a rága talán kevésbé jellemző rá. De a dvésa és az apinivésa mindenképp. És akkor az utolsó pózunk pedig savasana. Pont bele fogunk férni az időbe is. És savasana, ez is egy kettős szituációjú póz. Van, akinek ebben a pózban nyer értelmet az, hogy hogyan is válik egy ilyen transzcendens állapottá az elme, és van, akinek ez az, amiben soha nem alakul ki. Ez az abszolút típus kérdése. Azért is ez a könyvben az utolsó póz, mert kell az energetikus gyakorlás ahhoz, hogy az ember mire jut savasanába, addigra tényleg el tudjon engedni. Tehát ez az energia, ami benned van, ami elvisz a boltba, elvisz a munkahelyre, foglalkozol a családdal, hazamész, tehát az a sok stressz, frusztráció, bármilyen benyomás, akár öröm, azt az ászanákkal tudod először mederbe terelni, és utána van lehetőséged úgy elengedni, hogy ez valamiféle segítsen ahhoz, hogy rápillanthass púrusára. Ha rápillantottál, akkor úgysem fogsz erről nagyon beszélni. De lesz egy olyan élményed, amiből aztán töltekezik a gyakorlásod az életed hátralevő részében. És abban bízhatsz, azt hiszem, hogy mindannyian bízhatunk, hogy az ember a lehető legtöbbet kihozza az életéből, rágamentesen, a klésákkal és vrittikkel szembenézve, akkor valahol ezt a karmikus kört mégis egy más pályára tudja helyezni. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, köszönjük mind a ketten.